Ha egy nő felemeli a hangját, akkor azt fogják mondani, hogy az hiszt is. Ha egy férfi felemeli a hangját, akkor arra nincs... Keménykedő vezető. Igen, köszönöm szépen. Szia, gyere, gyere! Dobhatod hátra is. Igen. Pestiből megyünk a Vígbe. Igen. Egy városnézőkört fogok tenni a nézők kedvéért. Mondom ezt, akik nagyon figyelik azt, hogy én merre megyek. Csak mert a gyalog rövidebb lenne, mint amennyit mi majd itt beszélgetünk. De ez gyakorlatilag a te mindennapjaidat is sugárzza, nem? Általában mindig ezt az utat szoktam megtenni. Itt lemegyek a rakpartra, és akkor úgy föl a parlamentnél, és úgy a Vígszínházhoz. 24 órából mennyit elik neked bent valamelyik színházban? Tegnap nagyon izgalmas nap volt, mert tegnap volt a Magyar Dráma napja, és a Pesti Színházban felolvastuk Eszterházy Péter utolsó darabját, a Mercedes Benzt, és hát nagyon szép este volt, és délután 2-re jöttünk, Kern András, Lukács Sándor, Tahitót Laci, Feszbaum Béla, Hegedűs D. Géza rendezte az estet, és még sokan, Gutvölgyi Zsike, és akkor 2-től próbáltunk egészen 6-ig, és 7-re jöttek a nézők, úgyhogy tegnap, bár vasárnap volt, de egy elég szoros nap volt. Igen, azt akartam mondani, hogy ez egy vasárnap is, akkor a hétköznap pedig... Most, ha veled végzek, akkor megyek vágni az új kis filmeket, amiket a forgattam. Filmeket. Igen. Azok már le is forogtak? Igen, egy hét alatt megalapítottuk a Latinovics Zoltán születésnapján megalapítottuk a Várkonyi Zoltán filmstúdiót. Van egy asztalos műhelyünk nem messze a Vígszínháztól, és akkor ott az asztalosok voltak olyan kedvesek, hogy ledolgozták péntek, szombat, vasárnap, amit kell, és akkor így szabad volt az asztalos műhely, mert az nagyon sok idő lett volna, tudod, még a kamerát, meg mindent kibepakoltak volna. Úgyhogy egy hétig ott forgattunk, ilyen hajnali 4:30-ig. A kollégák azok próbáltak 10-től 2-ig, meg este 6-tól 10-ig, és akkor éjszaka megjöttek oda forgatni. De nagyon-nagyon jó volt. De miért volt neked fontos, hogy ez legyen ez a sorozat? Azért, mert Kapás Dezső a mesterem volt, és sok mindennel tartozom neki. És amikor főiskolások voltunk, és ismertük a könyveit, ez a Papírkosár című könyve, akkor azért másképp értettük ezt. És én is másképp azóta már bölcsebb lettem, és sok mindent tudok az életről. És... hát ez a személykultuszról szól, és Kapás Dezsőnek az édesanyja takarítónő volt, és úgy nevelte föl a 4 fiát egyedül, egy proli családból származott a Dezső, és Szerencsés István a 8 éves kisfiú szemszögén keresztül látjuk, mint úttörő szemszögéből a személykultuszt. Ez néhol nagyon groteszk, vicces, de úgy együttvéve elég szomorú. És nagyszerű lehetőség a színészeknek, egy-egy monológban mondják el. Aztán voltak párosok is, mint a Feszbaum Béla, a Stoll Andrissal párosban, vagy a Hevér Gábor a Bakkatával, és a Wunderlich, a Szilágyi Csenge, a Király Dani, Nyilas Tünde, Oroszákos, ők pedig egyedül voltak. Úgyhogy ma ezt fogjuk összevágni. És hol lehet ezt már látni? Ezt október 23-án lesz a Pesti Színházban, mi mindig komolyan készülünk erre az évfordulóra, már csak azért is, mert ez eléggé személyes ügy, hiszen élnek közöttünk olyanok, akiknek az életére ez nagy hatással volt, és nagy hatással, ez nem elég... Hát jól akik fogalmazók, ezt, igen, a napjaiban változott meg az életük. Így van, és ezért ez mindig én nagyon
komolyan veszem, és ez egy jó alkalom, hogy ezek a kisfilmek akkor... Az egy műsor része lesz, uh-huh. és Dezső, hát Dezsőnek nagyon, mint ahogy Horva Istvánnak, ők ugye ketten tanítottak bennünket, nagyon sok híres, különleges tanítványa van, ugye a magyar színházi szakmának a krémje, most már úgymond a tanítványai, és megkértem a Gálfi Lacit, ő is nagyon-nagyon szerette Dezsőt. A Dezső rendezte egyébként az Egfuszt, amiben a Laci olyan csodálatos igen. volt, és Hegedűs D. Géza, ugye ő is a másik igen. tanítvány, és Bőrcsikét kértem meg, Bőrcsök Enikőt, ő nem volt Horvai Kaptás tanítvány, de azért ő is benne van a csapatban, hiszen paralel volt ezzel az osztálya paralel mindig a Marton László tanított, úgyhogy gyakorlatilag ez egy big színházi alom, úgymond. Ezért egy nagy csapatot irányít, tehát hány színészetek van? 39 színész van. Azért ez egy nagy gárda. Plusz igen, ugye, de mindenki ahhoz más is, képest egyébként, hogy két nagy színházat, ugye a Pesti Színház és a Víg Színház, a Pesti Színház a Kamara Színháza a Víg igen. Színháznak, és még van a házi színpad. Tehát most már három játszóhelyiséget kell kielégíteni, igen. hogy úgy mondjam. Ezért ez a színészgárda nagyon itt menjünk föl. Itt azért nem megyek föl itt, mert rögtön odaírok, és nem tudom beszélgetni. Ja, értem, csak én erre szoktam tudom, menni. Tudom, ne haragudj, hogy nálam van az irányítás, tudom, hogy szokatlan. Dehogy is. Csak azért is mondtam az elején, hogy muszáj egy picit nagy kört mennünk azért, hogy tudjuk beszélgetni azért egy fél órát. Szóval, hogy igen, 1700 embert szórakoztattok, vagy gondolkodtattok igen. el minden este, és való igaz a 39 színésszel ez azért olyan darabokkal, amiket játszotok. Nyilván az ugye legendás, hogy a Víg Színházas színészek mindig nagyon sokat dolgoznak. Ez mindig igen. is így volt, vagy legalábbis a te időd óta ez mindenképpen így van. És hát látom, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy nekem a Kuthölgyi Zsike a drága keresztanyám és nagynéném, és hogy ugye tavaly éppen ő lett a legtöbbet bizony. Játszó színésznő Magyarországon. Igen. Úgyhogy, hát lehet mondani, mondjuk ebben a korban, hogy egy színésznő ennyit játszon, igen. az mondjuk a Zsikének a kivételes képességeit is bizonyítja, hiszen egyébként tegnap előtt volt Sógornők, és a délelőtti próbán, nem tudom, tudod-e, hogy ugye kificamította a lábát. Igen, ezt nem hallottam még. Igen, aztán rögtön orvos, és hát be van kötve a lába ilyen rögzítőkkel. De este úgy szökelt, mint egy gazella, szóval a nézők abszolút nem tudták, hogy neki ilyen komoly problémája van, és nagyon fájhatott neki. Te ez ilyen generációs dolog, hogy a kvázi nagy öregek idézőjelben ilyenek, vagy ez egy alkati kérdés, hogy van az a színész, akinek semmi nem fáj, hogyha a színpadra megy, és mindent gondolom, ott hagy. Hogy így vagyunk szocializálódva, uh-huh. tehát mindent alárendelünk a uh-huh. színház érdekeinek. Én azt nagyon szeretem a mi társulatunkban, ez tradíció és hagyomány, hogy ez a színház fölnevel sok-sok fiatalt, akik aztán ennek a társulatnak a nagy színészei uh-huh. lesznek, hiszen Zsike is így kezdte. Hát ő ott kezdett, igen, és azóta. De ugyanígy a Lukács Sándor, vagy Kern Andrés, hát vagy Halász te. Jutka, aki most 50 éve van uh-huh. a pályán, és egyébként ma volt első öltözés itt a Pesti Színházban, második Erzsébet szerepét játsza, igen. az élő legendát, úgyhogy elképesztő, egy élő legenda. Igen, elképesztő ruhái lesznek, és nagyszerű lesz a darab, egy nagyon különleges darab. Nincs néha az veled, hogy nyilván hozzá vagy szokva ezekhez az élő legendákhoz körülötted, de nincs néha az, hogy egy picit kívülről látod magad, és azt mondod, hogy úristen, itt vagyok. Ezek között a falak között, ugyan 35 éve igen. magad is, de mégiscsak, hogy ezek az emberek vesznek engem körül, és nap mint nap belőlük inspirálódhatok. Igen, ez hát már gyerekkoromban hozzászoktam, mert ugye egyik első szerepemben mindjárt Rutka Évával öltöztem igen, együtt, igen. Darvas Iván, Páger Antal, Gálfi Laci, Szilágyi Tibor, Gubilda,
voltak körülöttem, tehát szerencsés vagyok, mert nagy emberek között nőttem fel, de most a következő feladat számomra az, hogy azt a sok-sok fiatalt, akit ide szerződtem a Vixi házba, nekik is megteremtsem azt a lehetőséget, amit én kaptam, és a következő években szeretném mindazt a tudást és tapasztalatot átadni nekik, és az ő pályájukat egyengetni. Szerencsére nagyon-nagyon sok fiatal tehetség van. Mi alapján választod ki azokat a fiatalokat, akiknek te lehetőséget adsz a végben? Ó, ez nagyon egyszerű, mert Marton Lászlónak és Hegedűs D. Gézának, ugye most már nem tudom, 25-30, Lacinak 40 éve vagy 50 éve van osztálya, és ezt az osztályt mindig figyelemmel kísérem, most már vannak itt most elsősök, őket is már ismerem. És akkor már elsőben nézed, hogy ki lehet majd? Na, úgy, nem azt nézem, hogy ki lehet, egyáltalán nézem őket, és megismerem őket, és általában járok vizsgákra is. Tehát úgy mindenkiről tudok, hogy ki az, aki... Ki mindenki van, akiből majd lehet valami. Igen. Olvastam veled egy interjút, azt hiszem a... néhány évvel ezelőtt, egy kerek születésnap kapcsán, és talán abban mesélted, hát ez már jó néhány évvel ezelőtt volt. Jó, nem akarok itt a számbisztikába most beleveszni, igen. Mesélted, hogy amikor kezdő színészként a Blaha Lujza térre jártatok le éjszaka a friss újságot, ja, amikor kitették a frissen igen. megjelent kritikákat. Igen, olvasni. Akkor mi volt Új Tükör, Filmszínház Muzsika, igen. És akkor ugye éjfélkor már megjelentek ott az új újságok, és akkor rohantunk oda, fönn voltunk, és a Vas utcából könnyen lehetett oda menni. És kerestétek, hogy írtak-e rólatok, hát az újságok? Hát hogyne, persze. És akkor még a főiskolásokról komoly kritikusok is írtak, és az olyan jó érzés volt. Úgy érezte az ember, hogy már ő valaki is jelent valamit, amit csinál. Emlékszel olyan kritikára, ami különösen sokat jelentett neked? Akár pozitív, akár negatív értelemben? Igazából a mestereim kritikája volt az, nem újságírói. Mindig, ami számomra irányadó volt, mert azt tudtam, hogy ha ők azt mondják, hogy ez most jó, akkor jó, ha azt mondják, hogy ez nem jó, akkor az biztos úgy van. És az miért? Mert amikor azt mondja valaki neked, hogy ez nem jó, akkor arra te hogy reagálsz? A mestereim nagyon kemények voltak, tehát nem a dicséret volt a fő náluk, hanem inkább a ridegtartás, hogy úgy mondjam. És ez az én hibám is, hogy kevesebbet dicsérek, mert valahogy természetesnek veszi az ember, hogy megcsinálja a dolgát, és ezt tanulom folyamatosan, hogy dicsérni kell, mert annak idején a főiskolán azért mi inkább keményen voltunk tartva, és mindig csak ez nem jó, az sem jó, úgy sem jó, és menni tovább, és építeni tovább magad. És mi volt a legkeményebb dolog, amit mondtak neked? Ó, hát nem. Ezt nem kell komolyan venni színházban, amit az ember hétfőn mond, azt már kedden el kell felejteni, mert annak semmi értelme. Hát a színházban a legvégletesebb dolgokat tudja egymásnak mondani az ember. Akkor, amikor az ember egy olyan szerepet csinál, vagy egy olyan színdarabot rendez, és mind a színész, mind a rendező érzékei ki vannak hegyezve, élesre vannak töltve, ott az elhangzott szavaknak nincs akkora súlyuk abban a pillanatban. Természetesen nagy veszekedés van, és egymásnak megmondja valaki, hogy ez most így nem jó, vagy úgy nem jó. Az ott helyi értéken igaz, de azt másnap el kell felejteni, és új erővel újra kell próbálni azt a jelenetet, és lehet, hogy ami tegnap még ilyen katasztrofálisan állt, és nem tudtunk hozzászólni, az másnapra tök jó lesz, úgyhogy és neked mindig úgy szoktunk, hogy színházban ez nem ér, amit mondunk egymásnak, mert az egy felfokozott állapotban és van. És ez működik? Ehhez a szabályhoz tartja is magát mindenki? Azt gondolom, hogy általában működik, de azért tud az ember nagy sebeket is kapni, meg okozni is nagy sebeket.
Én azt gondolom, hogy az idő múlásával aztán mindenki rájön, hogy ó, hát az csak ez volt. Azért egy pár éve lehetett azt olvasni, hogy volt olyan idősebb színész, aki zokon vett tőle dolgokat, és el is ment a színháztól, és akkor volt egy kit ilyen cikk, hogy Eszenyi hiszti is, meg nem tudom, és hogy... Hát engedd meg, akkor sem reagáltam erre a dolgra. Én viszont megkérdezem, és majd mondasz rá valamit, amit most akarsz. Sem fogok... reagálni. Azért nem reagáltam akkor sem, mert ez nem volt igaz, és olyan dologba én nem tudok belemenni, ami nem úgy van, ahogy világos van, persze. És arra nincs értelme, hogy reagáljon. Nem is a konkrét ügy, hanem az, hogy azért azt lehet róla tudni, hogy te egy ilyen szangvinikus ember vagy, szenvedélyes, hát hiszen ez is a szakmádból fakadóan is, és hogy van-e abból konfliktusod néha, hogy az érzelmek jönnek, és ezer fokon égsz, és hát aztán a Víg Színházért meg 100 000 fokon. Hát most erre adhatnék kitérő választ, de nem fogok. Adjál rendes választ. Az igazság az, hogy ha egy férfi felemeli a hangját, akkor abban a pillanatban mindenki úgy viselkedik. Egy női vezetőnek ez rendkívül nehéz, és ahhoz még Magyarországon több női vezetőre van szükség, és a parlamentben is nagyobb súllyal kell jelen lennünk, hogy aztán ezt össze lehessen hasonlítani, vagy el lehessen dönteni. Amíg ez nem tud megtörténni, addig, hogyha egy nő felemeli a hangját, akkor azt fogják mondani, hogy az hiszt is. Ha egy férfi felemeli a hangját, akkor arra nincs... Keménykező vezető. Igen, köszönöm szépen. Úgyhogy ezzel is zártam ezt a témát. Ismerős. Azért fontos, amit mondasz, mert szerintem ez az egyik legnagyobb rákfenéje például a magyar társadalomnak, hogy nincs elég női vezető. Úgyhogy nálam ezzel abszolút nyerő és nyitott kapukat döngetsz, mert abszolút igaz, de azt egyébként te érzékeled, hogy te azáltal, hogy te vagy az egyik első ilyen úttörője a női színházi vezetőként a te szakmádnak, azzal egy ilyen kicsit ilyen feminista ikonná is váltál. És nálam ez a szó nem pejoratív. Hát nálam sem, semmiképpen. Én ennek nagyon örülök, és megpróbálok megtenni mindent. A vezetést azt nem tanulja az ember, nincs olyan iskola, hogy tanítsák. Ezért az ember folyamatos fejlődésben van, és változásban, és ahogy egyre több információja lesz, és tudása erről. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években én is nagyon sokat fejlődtem, és próbáltam minél behatóbban és körültekintőbben vezetni a színházat és szolgálni. És azt hiszem, hogy mindenki, aki ma vezet és felelős emberekért, az nincs könnyű helyzetben. Mert ez egy nagyon nehéz feladat. Mi a legnehezebb neked benne? Talán az, hogy mindenkinek meg akarsz felelni, mindenkinek jót akarsz, és ezt nagyon-nagyon nehéz koordinálni. Számomra mondjuk a legnehezebb és megoldhatatlan feladat az, hogy látom, hogy mivel nem tudok fizetést adni, ezért emelést, jó lenne a saját zsebemből, mindjárt tudom, hogy kik, akik jól dolgoznak, és egy isteni csapat van, és mindenki a lelkét kiteszi a Vixen, ezért nem tudok fizetésemelést adni. És ebből feszültségek lesznek, és ez nagyon gyötrő személyesen nekem. És küzdesz azért, hogy tudj fizetésemelést adni? Tehát, hogy folyamatosan megy a háttérben ez a... Én küzdök érte. Mert én úgy képzelem, hogy hát te ilyen agyatigrisként igen, ezt a háttérben nyomod. Igen, én küzdök érte, de hát ez rendkívül nehéz ebben a helyzetben. Tudom, igen. Mert hogy gondolom, a támogatás az nem növekszik. Igen. Amikor a pályáztatási időszak volt, és már hála Istennek elég messze van, túl vagyunk rajta, hogy tudjunk talán így higgadtan beszélni róla, amikor azt nyilatkozott, hogy tényleg neked a Víg Színház az életed. És közben az történik, ami történik, hogy majdnem gyakorlatilag hajszálon múlik, paraszt hajszálon, de hajszálon múlik, hogy elveszik tőled. Azt te hogy
teszed helyre magadban, akár így évek múltán, illetve akkor mi ment belül végbe benned, mert a kifelé végtelenül nyugodtan és higgadtan nyilatkoztál mindig, soha nem vagdalkoztál, és mindig mondtad, hogy ti teszitek a dolgokat, dolgotokat, te hiszel a kemény munkában az elmúlt X évben, de egy olyan szenvedélyes ember számára, mint te, akinek ennyire kimondottan a Vígszínház az élete, nehezen képzelem el, hogy belül is ekkora higgadság volt. Nem szeretnék már visszafele lépni, mert ezen már túl vagyunk, és mindig úgy vagyok, hogy előre szeretek lépni, és előre gondolkodni. Most 4 évig én vezetem ezt a színházat, és nem szeretem azt, hogyha az energiámból, tehát a mások iránti dű vagy gyűlölet is eltorzítja az arcunkat, mondja Brecht. És ahhoz, hogy az ember megmaradjon olyannak, vagy hogy most primitíven is mondhatom, hogy jól nézzen ki, és hogy az energiái helyén legyenek, én jobban szeretek azzal foglalkozni, hogy mi lesz a... Tehát arról szeretek beszélni. Nyilván ebbe bele is vagyok egy kicsit szűkülve, hiszen csak a színházról tudok így gondolkodni, meg a körülöttem lévő emberekről, meg a műsortervről, meg mit fogunk játszani, meg kik jönnek. És tudod, most tegnap meg volt a Magyar Dráma napja, és akkor a következő tér az, hogy bemutatjuk az audienciát a Pesti Színházba, a Bűn és bűnhődés, ami a világirodalom egyik legcsodálatosabb műve, ami a megint olyan kérdésekkel foglalkozik, ami nagyon izgat bennünket, és hogyha már kérdezed, és a politikus lényemet akarod hallani, akkor én úgy gondolom, hogy a darabok választásával, azokkal a művekkel, én azzal próbálok kommunikálni, és mindig azzal, ami a legfontosabb, vagy a legégetőbb. Egyáltalán nem a politikára vagyok kíváncsi, le van tojva a politika, hanem azt, hogyha valaki... Nincs, de most itt ebben az autóban le van tojva. Ha valakinek ennyire ez az élete, és kimondottan, akkor te mondtad, hogy nincs B-terved, neked ez van, te ennek élsz. Igen. Vagyis, hogyha ezt mondjuk el akarták volna, vagy hogyha ezt elvennék tőled, akkor mi lenne? Ez fordult meg a fejemben, hogy úristen, mi lesz itt, mondjuk az Enikővel? De gyakorlatilag ezt nem lehet elvenni, mert hogyha a tehát színpad, meg deszka mindenhol van a világban. Persze, és nem és is csak kell egy jó lámpa, és nem megvilágítani. Hogy az ember jól nézzen ki, primitíven fogalmazva. Igen, hogy színházi körülményeket teremtsünk, és akkor már mehet is a dolog. Úgyhogy én mindig ezt fogom csinálni, és ezért fogok élni, és ezt szeretem, ebben érzem jól magam. Szerencsés vagyok egyébként, hogy egy ilyen hivatásom lehet, amit ennyire szeretek meg ilyen. El tudod képzelni, hogy úgy én, mint mondjuk az Alföldi, aki mondjuk fél évet külföldön rendez, tehát nagyon sokat utazik, te is rengeteget rendezel külföldön, de mégiscsak neked ez itt a bázisod a Szent István körül. Ez érdekes, hogy elmondod, vagy ezt mondod, mert én is kicsit külföldön élek, csak mondjuk én nem mondom, hogy én külföldön élek. Mennyit vagy te külföldön? Hát tavaly egész nyáron Szentpéterváron voltam, nyáron. Mert a Nem félünk a farkastól című darabot rendeztem, és egyébként a Szentpétervári Konfucius Intézettel annyira jó lett a kapcsolat, nagyon szerették a kinti munkámat, hogy most a Nádas Péter Találkozás című darabjával megyünk Guangzhouba, ami Kína egyik legnagyobb városa Pekingen kívül, és már képzeld el a díszletet, szeptember 7-én föladtuk. Postán, tehát hogy odaére, mikor van az hajózik, az novemberben. Aha. Addig megy a hajón, és nem tudom merre fog kavirtyolni a díszlet. És akkor megyünk Kínába. Uh-huh. Én nagyon boldog vagyok, mert ilyen nagy társulat még nem járt, prózai társulat Kínába. És ezzel az előadással egyébként megyünk majd egy másik
fesztiválra, Pozsonyba, egy nemzetközi fesztiválra is. Úgyhogy én sokat vagyok külföldön, és pontosan azért, mert a Vix Színház az Európai Színházi Unió tagja lett. Igen. Tavaly, és mint egyedüli magyar színház vagyunk ebben. Egyébként tegnap nekem Stuttgartban kellett volna lennem az Armin Petrászmán kívánsára, de nem mentem, mert nagyon szerettem volna itt lenni az Eszterházi darab felolvasásán. Egyenesen megy. Akkor köszönjük a Magyar Dráma napjának, hogy nem mentél el. Igen. És aztán rendeztem egy operát a Prágai Nemzeti Színházban. A Hamupipőkét. A Hamupipőkét, igen, amit borzasztóan szerettem, és Kentor volt a díszlettervező, és megint egy kicsit együtt voltunk vele is, úgyhogy ez nagyon-nagyon... A sejmai kapcsolat. Igen, jó élmény volt. Be tudsz állni a helyemre, szerintem. Mert csak itt van két. Hát jaj, ez ide? Ez a te helyed? Mi nem az az első, de akkor ide állj. Ide állok, az a legjobb, és akkor senki más helyét nem veszem el. Sőt, ide az elsőre, és akkor ők... Megtalálnád még azt a fát, aminek térdepelve imádkoztál, hogy színész lehess? Nem, szerintem már a egyetemet se találnám meg. Itt a Szent István körutat megtalálod, az a fontos. Mi megnéznénk, én még nem láttam a te irodádat, csak néhány fotó. Nagy szeretettel várnak. Ha nem baj, akkor bekísérünk, jó? Hát hogy nem. Fordítva vettem föl az ingemet. Nem mondom, én tényleg. Ez eredetileg látod, ez így lett volna. De ez direkt van, nem? Igen, de nem hagyták az öltöztetett csajok, hogy levegyem. Ja. De szerencsé. Azért, amikor összeadódik 1100 ember energiája. Az kemény. Az csodálatos. Azt nem lehet megszokni, nem? Nem. Büszke vagy, amikor fejlesztés így? Nagyon. Nagyon boldog vagyok mindig. Mesélj, mi minden van itt nálad a falon. Ez egy aláírós fal, azt látom. Hát igen, ez a fal, ez azért érdekes, mert ha látod itt Csengerben nekünk olyan falunk, vagyis olyan házunk volt, hogy tapasztott ház, tehát vályogházunk volt, és ugye azt tapasztották, és ezt próbáltam, amikor Marton László után átvettem a színház vezetését, hogy ez a Csenger az jelenjen meg itt nekem, úgyhogy itt van a Csenger. Ez pedig, amikor a Jubimovnál voltam, aki most lenne egyébként 100 éves, nagy orosz rendező, akkor Gyuri Petrivicsnál volt egy ilyen fal. Ő egyébként, ő rendezte először a Bűn és bűnhődést, és az, hogy mi most ezt műsorra tűztük, az azért is van, mert ő most lenne 100 éves, tehát az ő emlékének is. És amikor nála voltam a Tabanka színházban, akkor mindig úgy ültünk, hogy itt volt az asztala, és minden nagy ember, aki nála járt, felírta a falra nevét, és olyanokat olvastam, mint Robert, vagy a Laurence Olivier, meg szóval ilyen nagyon. Én is Halász Lili. Igen, Halász Jutka, de hát itt van például Robert Wilson, ugye a nagy amerikai rendező, vagy mondjuk John Malkovich, itt van. Igen, Törőcsik Mari is itt van, aztán itt van Ervin Schrott, vagy énekes, szóval sokan vannak rajta. Ezt azt a munka morált, meg azt a munkabírást, ami neked van, azt a tapasztott falból, meg Csengerből. Biztosan, igen. Igen. Gyerekként hát onnan is voltál? Már ilyen oda teszem, szolgálom. Én azt gondolom, hogy megtanultam a négy évszakot, tudom mi az, hogy almaszedés, tudom mi az, hogy kapálás, tudom mi az, hogy gyomlálás, szóval egy csomó mindent, de azért ez már nagyon messze van, de mindig nagy szeretettel gondolok erre vissza. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. És jó munkát adok tovább. Nagyon jó volt veled. Veled is köszönöm. Köszönöm, sziasztok, minden jót. Köszönöm.
nekem ez mindig fontos volt, hogy ezt a Mizu dolgot felülírjam valamivel, és hát azért mondjuk sikerült, tehát hogy már 20 milliós apuved meg előtt is sikerült, de hogy az volt az a jelképes pont, amikor azt éreztem, hogy na most, most már nem mondhatjátok. Kinek akartál te bizonyítani? Meg mit akartál, hogy nem vagy hülye gyerek? Vagy mit? Például borzasztóan lelkis vagyok, és nagyon sokat agyalok amúgy is a mindenet. Én van, hogy éjszaka lefekszem, és akkor úristen, Észak-Koreában mi történik, és mi lesz a világ? Hogy a világ békén is agyalsz, mint egy jó szépség királynő. Gondolj bele, ha az ember ezeket az élettragédiákat mind magának vallaná, akkor most majd hazamennék, leülnék, meginnék egy üveg viszkit, majd fognék egy pengét, és akkor szép csendesen. És aztán az aher és ennyi, kerülnek. Így van. Megkocogtott a vállamat, és akkor hátrafordultam, és leesett az állam. Komolyan. A lánytól. Igen. Az nem lehet, hogy te 68 éves leszel. Én is csodálkozom rajta. Most már az utóbbi időben ott tartottuk, hogy a nagymamának én vagyok a kedvence. Az leesett. Majd mindjárt leesett a kamera. Mindjárt visszatesszük a kamerát. Ilyen sem volt még. Miért is ne egy szakmabelinél forduljon az elő? Ha szeretnél feliratkozni a vmn.hu YouTube csatornájára, akkor kattints ide!